A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása után az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosította a képviselőtestület. Külön felmentési lehetőséget ad, tehát bármilyen esetben külön engedély adható, felmentés adható az állattartási rendeletre indokolt esetben. A jelenlegi állattartási rendelet 1992 óta volt hatályban Székesfehérváron, az azóta eltelt két évtizedben azonban jelentősen átalakultak a társadalmi viszonyok, és változott a fehérváriak életmódja is, így a rendeleten is változtatni kellett, mondta el Bóka Viktor jegyző, aki hozzátette, úgy gondolja, hogy az új módosított rendelettel egy megengedő, rugalmas szabályozást alkotott a város. Mi arra gondoltunk, hogy ebben a ciklusban mi azt, amit vállalunk, azt, amit beruházunk, azt mi saját magunk fogjuk kifizetni. Adósság visszafizetésére irányuló kötvénykibocsátásról is tárgyaltak a képviselők, mintegy 5 milliárd forint értékben. Székesfehérvár polgármestere a tervezett kötvénykibocsátással kapcsolatban elmondta, hogy a város adósságállománya 2010 óta csökken. Cserpalkovics András kiemelte, hogy a korábban felvett hitelek fizetési ütemezése néhány év alatt óriási terhet jelent a városnak, ezért érdemes megnézni, hogy a bankok milyen ajánlatokat tesznek a jelenlegi kötvények kiváltására. Adósságállomány jelentős része az nem újabb hitelből, hanem belső megtakarításokból kerül visszafizetésre, tehát továbbra is az új kötvény kibocsátásával, régi kötvényt kiváltva, így is elérjük azt, hogy a város hitelállománya a következő esztendőkben is reményeink szerint folyamatosan csökkenő tendenciát fog mutatni, legalábbis semmiképpen nem fog nőni. Azért szeretnék ezeket a pénzügyi konstrukciókat megvizsgálni, hogy a fejlesztéseket saját forrásból és ne banki hitelekből valósíthassa meg a város. A cél, hogy átütemezéssel egy konszolidáltabb, kezelhetőbb adósságállománya legyen Fehérvárnak, hangsúlyozta a polgármester. A testület döntött a 2012-2013-as tanévben induló általános iskolai első évfolyamos osztályok számáról is. Az óvodák nyilvántartása alapján 1281 fő a tanköteles gyermekek száma. A döntés értelmében 46 elsős osztály indul Fehérváron a szeptemberben kezdődő tanévben. A műszaki képzés alapfeltétele a város további gazdasági fejlődésének. Székesfehérvár önkormányzata éppen ezért együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetemmel.